Köszöntöm nézőinket! A közelmúltban Győrben az Audi Arénában rendezték a Shotokan Karate világbajnokságot, ahol 50 ország több mint 1000 versenyzője lépett tatamira. Magyarország és Sopron is több versenyzővel képviseltette magát a rangos megmérettetésen. Halász Torda pedig bronzérmet szerzett. A stúdióban köszöntöm meg Gáncs Krisztiánt, a Shotokan tigrisekese elnökét és Halász Tordát. Nagy szeretettel köszöntelek titeket itt a stúdióban. Mi is üdvözlünk mindenkit. És köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívást. Először is hatalmas gratuláció a szervezéshez, illetve a bronzéremhez, meg az eredményekhez. Nem sokára majd Torda bronzérméről és a küzdelmekről beszélgetünk, de előtte egy kicsit vezessük fel, hiszen először rendeztek Győrben az Audi Arénában a Shotokan Karate világbajnokságot, pont Japán helyette pedig az egyik főrendező voltál, Krisztián. Igen, tavaly évben kaptuk meg ezt a lehetőséget, mert Japán visszamondta a Covid járvány miatti lezárások miatt, hogy megrendezze a VB-t. A szövetségünk ezt felvállalta, megszervezte, viszonylag rövid idő állt rendelkezésünkre, de úgy érezzük, hogy nagyon jól sikerült a szervezés. 50 országból voltak, jöttek volna még több helyről is, de sajnos valaki nem kapott vízumot, voltak apró problémák, de mi így is boldogok vagyunk, nagyon sokan voltak ott a lelátón és a páston is. És áruljuk el egyébként a kedves nézőknek, hogy te a Magyar Szövetség alelnöke vagy, tehát tulajdonképpen a szervezésből is oroszlán részt vállaltál. Mennyire volt nagy meló, mennyit készültetek? Ugye én úgy vettem észre a beszámolókból, hogy nagyon jól sikerült ez a világbajnokság. A visszajelzések alapján is nagyon jól sikerült, tehát folyamatosan kapunk e-mailbe, Facebookon minden a visszajelzést a résztvevőktől, ők nagyon elégedettek voltak. Munka rengeteg van benne, volt egy kis csapat, aki vitte a hátán a főszervezést, ez egy pár emberből volt, főleg a szövetség vezetősége, és megpróbáltuk mindent megtenni, viszont ami nagyon fontos, rengeteg önkéntesünk volt, akik rengeteget hozzátettek az a 3-4-5 naphoz, amikor ott voltak és segítettek, és mindez természetesen teljesen ingyen. Szóljunk a magyar versenyzőkről, hogy szerepeltek a magyar karatésok, illetve a soprániak? A magyar karatésok az éremtábla harmadik helyére kerültek föl, sikerült egy egész erős és egész nagy csapatot összehoznunk. 8 aranyérem, 3 bronzérem és 3 ezüstérem és 9 bronzérem lett a vége. Hát Japán és Olaszország sikeresen megelőzött minket, de dolgozunk rajta, hogy feljebb kerüljünk a következő VB-n majd. És soprani részről hányan vettek részt? Sopronból igazából 3 egyesületből indultunk, ugye miénkből, a Shotokan tigrisekből 4-en, illetve hát én is versenyeztem, de 4 gyerek volt, ugye Torda, illetve volt a Deák Zsolti, Deák Hanga és a Kocsis Bendegúzők Katába indultak. A Bushido viaduktesséből volt a Balladen, illetve a Soproni rendészetéséből is volt 3 versenyző. Torda pedig bronzérmet szerzett, ehhez gratulálok még egyszer. Hogy élted meg te a világbajnokságon történteket? Egy kicsit mesélj, hogy milyen meccseket vívtál, hogyan jutottál el a bronzéremig? Igazából egész jól keltem, izgultam az elején, de nagyon jók voltak a srácok, nagyon szurkoltak, úgyhogy ez így megnyugtatott, mielőtt tatamira léptem. Szerintem így közülünk, magyarok közül, akik ebben a kategóriában indultak, én szerepeltem úgy a legjobban, én jutottam a legmesszebb. Ez melyik kategória, mondjuk el? Junior. Junior? 8-et döntőben estem ki, ott sajnos kifogott rajtam a portugál úr, de azelőtt szerintem jó formát tudtam hozni, meg úgy nyugodtan tudtam tatamira lépni, mert úgy éreztem, hogy megtettem mindent a felkészülésem során. És a bronzérmet így szerezted meg, vagy nem? Nem, ugye ez a junior, és a bronzérem története pedig? A bronzérem pedig csapatban. Így van, csapatban, és akkor szóljunk erről, hogy csapatban. Hogy versenyeztetek, kikkel, mennyire volt nehéz? Csapatban első körben a csehekkel mentünk, ők hozzánk mérkőztek be, mi előnyerők voltunk, őket szorosan 2-1-re sikerült kiütnünk, onnan tovább jutottunk, és az ukránok kifogtak rajtunk sajnos, meg az egyik csapattársunknak megsérült a hüvelykújja, úgyhogy ő nem tudott tatamira lépni, sajnos. De azt gondolom, hogy ez a bronzérem is nagyon szép. Te hogy élted meg ott, a hangulat milyen volt, a közönség biztatása milyen volt? Egy életre biztos, hogy megjegyzett. Igen. Nagyon felspanolva éreztem magam, megnyugtattak a srácok, nagyon szurkoltak, úgyhogy oda tudtam tenni magam, úgy érzem. Mióta karatézol? 5 éve. 5 éve, és itt van ez a bronzérem, hogy hogyan tovább, majd arról is szólunk, de azért Krisztián, te is mesélj arról, hogy
nem csak rendező voltál, meg összefogtad a fiatalokat, meg a versenyzőket, meg mentor, hanem versenyző is. Te hogy élted meg azt, hogy ott tatamira léptél? Ugye először pénteken egyéni katába indultam el, hát olyan 3-4 óra alvás után ez nem igazán mondható sikeres szereplésnek, már én nagyon boldogan jöttem le, mert 4-1-re kaptam ki az ellenfelemtől, azért látszott, hogy azért fáradtan nem lehet felállni. Tehát itt 40-50, sőt az ő korosztályban 80 fős csoportok is voltak, ott azért nagyon össze kell szedni magunkat. Viszont vasárnap már csapatba indultunk mi is, Bustongdóra Szenszeljel közösen a Jakuszoku kümitébe, sikeresen a döntőbe jutottunk, és ott negyedik helyet szereztünk meg, illetve utána még csatlakozott hozzánk Urai Szenszej Debrecenből, és vele a hetedik helyen végeztünk csapatkatába. Megmondom őszintén, mi nagyon boldogok voltunk, mert mindenki szervező volt, tehát hogy mi úgy álltunk föl hátrányból, hogy nagyon fáradtan. Tehát mi boldogok vagyunk ezzel is. Hogyan tovább, mit jelenthet mondjuk egyrészt a Magyar Szövetség számára, hogy egy ilyen rangos eseményt szervezett, illetve a Satokán Tigrisek ese számára? A szövetség most szerintem egy kicsit majd pihenni fog. Az elmúlt időszak nagyon sűrű volt, ugye nem csak a szervezés, hanem a válogatottat azért vinni kellett felkészülni versenyekre mindenhova, aztán majd ősz végével folytatjuk a munkát. Nem tudjuk, hogy merre tovább egyelőre. Ugye a VB-t valószínűleg nem rendezünk egy-két éven belül, majd megpróbálkozunk újra az EB rendezéssel. Ez már korábban volt itt 2010-ben, jól emlékszem, akkor volt itt az EB nálunk. Megpróbáljuk azt is majd megrendezni idővel újra. Az Egyesületnél pedig a versenyzőket megpróbáljuk továbbvinni. Ugye két év múlva lesz a következő Európa-bajnokságunk, a szövetség minden 3 évente van, tehát a világbajnosság, Európa-bajnokság is 3 évente van. Korfuna, jól emlékszem, az most a cél, megpróbálunk felkészülni rá. Most van 2 évünk, most nyugodtan tudunk készülni, dolgozni, tudunk menni külföldre versenyezni, ahol azért erős a mezőny. És Torda, neked mik a terveid? Ugye 5 éve karatézol, és én azt gondolom, hogy szépen lépegetsz egyre feljebb. Meddig szeretnél eljutni, illetve mi a terv ebben a sportban számodra? Igazából ezen még nem gondolkodtam, de szeretnék, hogyha erre van lehetőség, én nagyon szeretnék ebből megélni, úgyhogy ezen dolgozom. Mi tetszett meg a Shotokan karatéban? Miért kezdtél te karatézni? Mindig is tetszettek a küzdősportok, és ki akartam próbálni egyben magamat, és az első próbálkozásra ebben úgy érzem, hogy megtaláltam magamat benne. Hogy érzed, hogy tudsz fejlődni, mi kell ehhez? Nyilván kitartás, meg szorgalom, de hát gondolom nagyon komoly edzés, munka, erőlét, és a többi, és a többi. Hogy tervezed mondjuk a mostani időszakot, vagy az előtted álló időszakot? Hát most úgy érzem, hogy ez a szezon elég jól fog sikerülni, hiszen nyár végén volt a verseny, így tudtam egy jó formát hozni, így az alapozással úgy hiszem, hogy nem lesz gondom, úgyhogy megpróbálom beletenni magam idén, aztán 2 év múlva majd meglátjuk az EB-t. Suli mellett hogy megy a karate? Hogyan lehet összeegyeztetni a kettőt? Hát megy. Vannak nehézségek, le kell mondani dolgokról, de próbálom mindkettőt a legjobban teljesíteni. És Krisztián, ilyenkor, amikor kezdődik az iskola, akkor egy új szezon is kezdődik szerintem számotokra is. Lesz toborzás, illetve vártok szeretettet továbbra is Shotokan karate iránt érdeklődő gyermekeket, fiatalokat, hogy kell elképzelni ezt az évet? Igazából mi nem állunk le, tehát nincs nyári szünet, mint sok sportban. A tradicionális karate is sok, azok nyáron is edzenek, tehát mi eddig is voltunk. Igen, most lehet jelentkezni, hogyha valaki szeretne. Annyi van, hogy most kibővültünk plusz egy edzővel, Balla Dániellel, egy másik egyesülettel összedolgozunk, így még jobban tudunk majd foglalkozni, főleg a versenyzőkkel, mert Dani nagyon jó kümítés, ott volt a VB-n is. Szívesen látjuk, ha valaki szeretné megpróbálni magát, akár a versenysport részébe, akár a tradicionális nem versenysport részébe, szívesen várunk mindenkit. És még mesélj arról, hogy mik a terveitek az egyesületen belül, mert tudjuk, hogy azért szertágazó tevékenységet végeztek, hiszen a karatén túl egyéb sportágokkal is foglalkoztok, eseményeket is szerveztek. Hogy néz ki majd az ősz meg a tél? Szeptemberben van 2 eseményünk az Európai Sporthét keretében, ugye ez egy európai nagy rendezvénysorozat. Lesz egy családi túránk, illetve a 3A Károly futásunk szeptember 30-án. Októberben besegítünk a kék túrázás napján, ez nem sokrahoz kötődik, de segítünk, túrákat vezetünk.
majd november, december, januárban pedig az Extrém Burgenland felkészítőkön várunk megint mindenkit szeretettel, ez 20, 30 és 40 kilométeres túra lesz. És most, hogy jön az ősz, ez tipikusan a túrák, meg a túrázók időszaka? Én úgy gondolom, hogy igen. Így már kicsit jobban ráérnek az emberek, nem, nincs annyi nyaraló, mindenki itthon van, ilyenkor sokan szeretnek túrázni. Az időjárás meg reméljük jó lesz hozzánk, és kegyes lesz, úgyhogy lehet menni a természetbe. Én sok sikert kívánok nektek, meg nagyon sikeres évet, illetve gratulálok még egyszer a világbajnokság megszervezéséhez, meg a sikerekhez, és beszélgetünk majd még a jövőben is. Reméljük, hogy további sikereket fogtok elérni. Köszönöm szépen Gáncs Krisztiánnak, a Sotokán Tigrisekese elnökének, illetve Halász Tordának, versenyzőnek, hogy itt voltak. Köszönjük szépen. Köszönjük a kívást. Hölgyeim és uraim, köszönöm önöknek is a megtisztelő figyelmet, maradjanak továbbra is a Sopron Televízióval, minden jót kívánok, viszontlátásra!